A csíkszeredai Hargita Néptánc Együttes 25 éves fennállása alatt nem csak szűke pátriájában, de egész Erdélyben szolgálta a kultúra ügyét. Közösségtudatot építő, hagyományokat ébren tartó rendezvények sokaságát szervezték meg. Emellett rendszeresen lépnek fel a határon túli területeken, ahol a közönség minden alkalommal ízelítőt kaphat abból az autentikus előadásmódból, mely színpadra viszi a hagyományokat. Úgy gondolom, hogy a világ legtermészetesebb dolga, hogy nekünk ezt kell tenni, hogy a székelyeknek a hagyományával, a székelyeknek a kultúrájával, népi életével kell foglalkoznunk. Most bukovinai műsorral jöttünk, és ezzel turnézunk Magyarországon, hál' Istennek sikerrel és teltházzal. Két műsorral jöttünk, egy farsangi műsort is hoztunk a magyarországi turnénkre, hiszen farsangban vagyunk, és ez a jókedv, a mulatság és a életszagú műsoroknak az ideje. Nagyon különös dolog ez, mert mi ezt a műsort magunknak készítettünk, nem a magyarországiaknak, de ha ide jövünk Magyarországra, most a Budapest előadásunkon a bukovinai székelyek megtöltötték a házat, és most, ahova jöttünk, a bukovinai székelyekhez, itt újra ők vannak, tehát gyakorlatilag a vér szerinti rokonaink nézik a műsorokat, a rokonaink itt vannak, tehát hogy ők mi vagyunk, csak úgy olyan rég elváltunk egymástól, hogy most újra kell találkoznunk, ismerkednünk, és meg kell találnunk a közös életünket. Nekünk már mindig nagyon sokat jelent, ami rólunk szól. Úgy gondolom, hogy ez a műsor, ahogy említettem, tehát bukovinai sorsot dolgozta fel, és ez számunkra nagyon fontos, hiszen a megélt történelmünket, hogyha újra láthatjuk, főleg, hogyha egy ilyen úgymond profi táncosok adják elő, akkor meg különösen nagyon sokat jelent, hiszen a minket próbál bemutatni, és a mi sorsunkat idézi elő, ami úgy gondolom, hogy életbe kell tartani, hiszen rólunk szól. Nagyon örülök, hogy most a Magyarság Háza kezdeményezésére, ugye Csübi Krisztina elnök asszony segítségével is sikerült összehozni ezt a programot. András Mihály, a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes vezetője, művészeti vezetője és igazgatója. Az én osztálytársam volt a Táncművészeti Főiskolán. Ez 1988-tól 92-ig volt, és ott már kialakult közöttünk egy nagyon szoros baráti és szakmai kapcsolat is. Ez a kapcsolat azóta is töretlen, több műsor készült már velük, és nagyon remélem, hogy nem ez az utolsó, ami ma is látható. Én azt gondolom, hogy ez a hit és az erő, a megtartásba vetett hit és erő, amit egyébként a székely családok úgy gondolom, hogy sugároznak is magukból, de ugyanakkor egy ilyen műsor, amikor a kinti, a határaikon kívül élő székelységgel együtt lehet egy ilyen műsort megcsinálni, ez a székelység, és a ma már Magyarországon élő bukovinai székelység közötti kapcsolatot is jelenti. Én azt gondolom, hogy ezt a műsort senki mással nem lehetett volna ilyen jóízűen létrehozni, mint a székely, nemzeti székely táncegyüttessel, hiszen ők még magukkal hozzák otthonról a székely nyelvjárást, táncban is, énekben is, beszédben is, és azt gondolom, hogy a bukovinai székely táncokat ennél ízesebben és ennél archaikusabban és hitelesebben senki nem tudná tolmácsolni.